Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A Budafok elleni sikerrel kezdte az évet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Három nyíregyházi ökölvívó lép ringbe a Bocskai emlékversenyen. Rendhagyó gálameccset játszott a törökországi edzőtáborba készülő Spari. A sereghajtó Debrecen ellen folytatja szereplését a nyíregyházi kosársuli. Győzelemmel kezdte az évet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák az NB1B piros csoportjának 14. fordulójában 78-69-re verték a Budafokot. Jól kezdték a meccset, az előző évet győzelemmel záró hazaiak, a negyedik percben 10-0-ra vezettek a cápák. A negyed végére egy pontra felzárkózott a Budafok, két negyed után pedig 3 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A harmadik játék részben 10 pont fölé nőtt a különbség, majd 15 pont is volt a hazaiak előnye. Végül 9 pontos sikerrel kezdte az évet Meri Mehmedovics együttese. Nagyon sok meccs, ami dönteni fog egy labdával, vagy egy lepattanóval, vagy egy zicser ide, és nekünk itt kell javítani a dolgát, fegyelmesen büntetni az, amit kell, és nem lesz ilyen, hogy a hosszabbítás, vagy a 2 pont, vagy 3 pont. Meccs elén elkezdtünk nagyon jó, jó ritmuson, úgy, ahogy megbeszéltünk, és utána egy-két cseré után kiborult ezt a dolog. Az is kell venni a figyelembe, hogy a külföldi játékosunk még nem top forma van, de ő felkészülése és a forma javítása megy, és sokkal könnyebb, hogy győzelem mellett. Ő is látja most, nem ezért van itt, hogy ő dönti és látja, hogy a más játszók is jól játszanak, neki csak egyszerű jó kell játszani, teljesíteni ez, amit nekünk kell, és sokkal könnyebb fogunk nyerni a következő meccseket. Az, hogy egy csapat nyerjen, megfelelő pontszámnak kell lenni, aminek el kell osztani, és kell egy-két extra teljesítmény, most mind a kettő megvolt. Nekem ez legfontos, én mindig nézem a táblát. Ha 70 alá kaptunk, ez jelenti, hogy csúsztunk, másztunk, akartunk, szedtünk, lepattanul. Minden hibával együtt, mindenkihez működött, akartunk, ott voltunk. Nincs sok jó játékos lehetséges a Budafokon, de az, aki van, ez játékos, aki szokja dönteni, Maravcsik, Turcsics, Svensson, Varga Dani, ez a játékos, aki nagyon sok győzelem hozták, és ez látható. Nekünk kell játékosoknak érteni, hogy senki más nem fog nyerni a meccs, csak ők vele megyünk. Itt nincs, hogy most bízunk egy külföldire, vagy bízunk valaki másról, itt kell bízni saját magunkok, ilyen helyzetben vagyunk, szerintem januárban megoldjuk ezt a problémát. 12 meccs van még a bajnokságban az alapszakaszban, viszont egy meccsel már be lehet jutni a Hepkupa 4-es döntőjébe, Cegléden léptek pályára, mire számítasz? Én ezért, mikor látunk, hogy sűrű lesz ez a program, 5., 8., 11., 3 meccs, ezért próbáltunk ez a két ünnep között ezt a edzéset kihasználni, hogy töltsünk az erővel játékosok, kondi. Bírni fogunk, de kellemetlen ez Cegléd, nagyon magas, nagyon rutinos mezonjátékosról, és akkor megpróbáljuk taktikailag meglepetni őket, nagyon jól lenne, ha nyernék, oda menjünk, jól játszani, meglátjuk, mi lesz. A meccs elején egy picit beragadtatok, aztán viszont átvettétek a vezetést is, végül mégis a Nyíregyháza győzött, minek köszönhetően szerinted? Sajnos fizikálisan bedaráltak minket, ez a második fél időben egyértelműen kijött, hogy az ilyen fizikális csapatok ellen bennmaradunk, nem tudjuk kontroll tartani, főleg a támadás esett vissza abban a periódusban. 13 pontot dobtunk a harmadik negyedben, abszolút megérdemelten nyert a Nyíregyháza. Ugye a Nyíregyháza az hasonlóan a Budafok is a mezőny végén van. Mi a célotok erre a bajnokságra? Nehéz megmondani, igazából 2-3 edzéssel dolgozunk. Ma ez nagyon kevés ebben a bajnokságban, ahol az ellenfeleink 8-10-et edzenek. Az elmúlt egy hónapban nem tudtunk 10 edzeni, annyi sérültünk és betegünk volt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ha bennmaradunk, akkor az siker. Ha pontosak az első statisztikák, 21 ponttal és 15 lepattanóval mellette 4 blokkal zártad a meccset, minek köszönhető ez a jó teljesítmény, hiszen talán ez volt a legjobb meccs a nyíregyházi színekben? Szerintem semmi extra, nem köszönhető, dolgoztunk végig a szünet alatt is, egy kisebb szünettel, tehát
tehát beletettük a munkát. Én úgy gondolom, hogy a csapatban abszolút bennem volt, bennem is bennem van ez a teljesítmény, hanem is minden meccsen, de igyekszem kihozni magamból, és ma kijött a lépés, és a csapatnak is, és győzelemmel tudtuk kezdeni az új évet, és szerintem jó úton járunk ezzel. Mekkora volt a nyomás rajtatok, hiszen azért az ősz nem úgy sikerült, ahogy szerettétek volna, és mindenképpen győzelemmel akartátok kezdeni ezt az évet. Egyébként szinte minden meccsünk nyomás alatt telt eddig, mert éreztük, hogy több van bennünk annál, mint amit a tábla mutat, meg az eredményünk, de mégse tudtuk kihozni. Így mondhatni megszoktuk a nyomást, viszont ma szinte mindenki, tehát úgy jöttünk be az öltözőbe egytől egyik, hogy ma nyerni kell és nyerni fogunk, mert nem látunk más utat, és örülök, hogy ez sikerült. Végre azt mondom, hogy ki tudunk mászni ebből a veremből, szóval csak előre, hajránk egy háza. A forduló további eredményei a következők: Fót BKG Prima Akadémia 85-74, Vasas Akadémia Óbudai Kaszások 78-74, TF Budapest Jászberény 78-72, Salgó Tarján Deac U23 66-74, Újbuda Mavc Meavc 120-74 és Pécsi VSK Cegléd 92-84. A tabella élén a PVSK áll 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát. A 3-11-es mérleggel 13. Nyíregyháza csütörtökön az 5-9-el 10. Jászberényt fogadja. A HEP kupától végül elbúcsúztak a kék cápák, mivel 98-78-as vereséget szenvedtek Cegléden. Ökölvívással folytatjuk. 3 nyíregyházi bunyós lép szorítóba a hétfőn kezdődő Bocskai emlékversenyen. Nagy Lajos vezető edzővel nem csak a jövőről, hanem az elmúlt évről is beszélgettünk. Összességében nem zártunk rossz évet, sőt azt mondhatom, hogy nagyon régóta az egyik legjobb évet zártuk, mivel Kovács Riádnak sikerült kvalifikálnia magát a Párizsi olimpiára. Egyúttal bronzérmes lett az Európa játékokon. Így jó az év, de vannak olyan eredmények, amiket vártam és elmaradt, sérülés miatt abba hagyta, eligazolt, tehát voltak nehézségek. De mind ezek ellenére a Ricsi, mint mondtam, olimpiai kvótát szerzett, a Petrimán Patricia azon kívül megnyerte az OB-t, Európa-bajnoki bronzérmet s lett, illetve világbajnoki 5. helyezett. A Petrimán Milán nemzetközi tornát nyert Spanyolországba, bokszámot, az OB-n bronzérmes lett 2 nyert meccs után, de felrepett a szemöldöke és megálltott az orvos, tehát azért ez a csalódás, mert ő neki azért jó esélye lett volna akár megnyerni a 67 kg-os súlycsoportot. Kovács Ricsi családi problémák miatt ugye nem indult az OB-n, illetve utánpotlásban több érmünk van, a U12-ben is Nagy Benjamin ezüstérmes volt, a Baluja Noel nagyon jól szerepelt, illetve a Baluja Nina is szintén ezüstérmes volt, serdülő, tehát volt jó néhány utánpotlás eredményünk is, de nyilván mindig elégedetlenek vagyunk. Gondolom a következő hónapokat egyértelműen Kovács Ricsi olimpiai felkészülése határozza meg, hiszen egyetlen férfi ökölvívóként van kvótája, és nem kizárt, hogy ez így is marad, hogyan építitek fel a következő hónapok programját. Mostanában elég sokat beszélünk, tárgyalunk erről a többi edző kollégákkal, illetve a szövetség vezetőivel. Most a következő lépés a jövő heti Bocskai emlékverseny. Megnézzük, hogy hol tartunk. Aztán, ha minden jól megy, jól sikerül, akkor lehet, hogy egy hét múlva megyünk Spanyolországba megint a bokszámtornára, de ez függvény a Bocskainak. Utána edzőtábor, lesz egy világkvalifikáció, ahova én terveztem, hogy kimegyünk kesztyűzni a kiesett versenyzőkkel, de még ezt át fogjuk gondolni, ha nem, akkor itthon készülünk. Előtte lesz egy nemzetközi edzőtábor még, azután lesz áprilisban egy Európa-bajnokság, amin még úgy gondolom, hogy el szeretném, hogy induljon a Ricsi, és közben edzőtáborok, meg 2 kisebb torna van betervezve, és azután olimpia. 20-an indulnak a súlycsoportban az olimpián. Hová lehet Ricsit pozícionálni most a világ boxmezőnyében ebben a súlycsoportban? Egyenlőre még csak az Európa játékok, meg az Ázsia játékok volt meg. Tehát lényegében még elég sok az üres, 2 világkvalifikáció van, tehát nem tudjuk, hogy kik jutnak ki. Nyilván
az Európa élmezőnyébe tartozik a Ricsi. Ezzel együtt Európa azért az egyik legerősebb kontinens, főleg az ősi csoportjában, mellette még az Ázsia. Azokat is ismerjük egyébként, akik már ott kijutottak. Van esély arra, hogy ha minden összeáll és minden rendben van, akkor akár érmet is hozzunk, tehát nem látom kizártnak. Legyen így, beszéljünk egy picit a többiekről, gondolom rájuk is várnak feladatok az idei esztendőben. Igen, lesz a Patinak, Patriciának lesz megint Európa-bajnokság junior korosztályban. Bízunk benne, hogy ott is tud majd érmet hozni. Építjük a fiatal felnőtteket, Kovács Tomi, ugye a Petri Mámilán, 22-es EB ősszel, bízunk benne, hogy esetleg ki tudja vívni az indulás jogát. A Beri Kevinnek most volt egy rossz éve, de reméljük, hogy ez az év már azért jobban fog sikerülni. Petri Mám Patrik, ő is tehetséges, de mint fiatal felnőttek azért ez nem mindenkinek egyformán indul be, és könnyen indul be. Utánpótlásban szintén várunk érmeket, ugyanúgy, ahogy tavaly is szereztek a fiatalok. 2023-as évről már többször beszéltünk, nagyon sikeres volt számodra. Európa játékok bronzérem, olimpiék volt. Ezek tükrében milyen érzésekkel, hogy kezded a felkészülést a 2024-es évre? Nagyon örülöttem ennek a kvótaszerzésnek. Az év nagyon jól sikerült. Azt már nem mondhatom el az év végéről, ugyanis a nővéremet elveszítettem, és ez a családot nagyon megérintette. Próbálok ebből felállni, és a 2024-es évemet így kezdeni. Bízom benne, hogy a Bocska István emlékversenyre már olyan formába tudok kerülni, amit várok magamtól. Ki állítja össze a programot nyárig? Van beleszólásod a szövetség, vagy Lajosan, Nagy Lajosan az edzőtel közösen állítjátok össze, hogy milyen versenyeken indulj egyáltalán? Ugye a szövetség kapitány ott a válogatott edző, és ugye az edzőm Nagy Lajos állítják össze a számomra legmegfelelőbb edzéstervet, hogy ugye az olimpiára a maximumot tudjam nyújtani, lehető legjobb formában tudjak majd kiutazni. Mit tudsz az ellenfelekről, kiknek van már biztos olimpiai kvótája, kik ellen kell készülnöd? Ugye minden kontinensen megvolt az első kvalifikáció, már biztosan 12-en indulunk, még van 8 lehetősége valakinek belépni, mert ugye az olimpián 20-an leszünk. Nagyon erős mezőnyre számítok, ugyanis láttam már ezt a 12-t, aki már bent van, javarészt ismerem mindegyiket. Bízók a lehető legjobbakban. A tavalyi Bocskai emlékversenyei sérülés miatt nem szerepelhettél, úgyhogy szerettél volna, viszont korábban már megnyerted ezt a nagyon rangos versenyt. Jövő hét hétfőn kezdődik Debrecenben a viadal. Milyen célokkal, mi a legfontosabb, milyen célokkal utazol? A lehető legjobb bökölvivá szeretném bemutatni majd itt ugye a Bocskai István emlékversenyen. A felkészülésem hál' Istennek most aránylag jó sikerült, ugyanis elkerült a sérülés, bízom benne, hogy ez így is marad, ugyanis tavaly ugye pont verseny előtt egy nappal a boldogközti izmom az meghúzódott, emiatt nem tudtam folytatni a Bocska István emlékversenyt, de most pozitívan állok hozzá, és nagyon bízom benne, hogy jó kövívással meg tudom nyerni majd ezt a Bocska emlékversenyt. A felkészülés második hetében jár a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari kedden rendhagyó gálameccset játszott az Ásúdió futszál csapatával. A játékosok elvégezték azt a munkát, amit kiadtunk nekik. Nagyon profi volt a hozzáállásuk, mert ugye minden adatot visszaküldtek, amit kértünk. Az állapotfelméréseken jól teljesítettek a játékosok, és egy igen intenzív és jó pár napon vagyunk túl a felkészülésből. Hogyan néz ki a program az első tavaszi fordulóig? Van most ez a gálamérkőzés, ezután pénteken játszunk a Kassa szlovák első osztályú csapattal egy edzőmérkőzést. Az edzőmérkőzés után másnap elutazunk 10 napra Törökországba edzőtáborba, ott 3 ellenféllel fogunk játszani, és amikor hazajöttünk, akkor a főpróbán a Mezőköves Dembi 1-es csapatával fogunk találkozni, és utána már kezdődik is a bajnokság, szóval elég rövid és sűrű időszak van előttünk. Ezt próbáljuk minél tartalmasabban megtenni.
megtölteni, és próbáljunk első fordulóra a lehető legjobb állapotba kerülni. Azt szokták mondani, hogy mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobban játszani, a tavaszi eredményekre nem lehet panasz. Miben szeretnéd, ha mégis változna a csapatjátéka, miben szeretnétek előrelépni? Változni nem nagyon szeretném, hogy változna a csapatjátéka. Ahogy említetted, szeretném, hogyha egy-két dologba előrelépnénk. Még jobban szeretném, hogyha még labda biztosabb lenne a csapat, főleg, hogyha jól lepresszingelnek minket, abban szeretném, hogyha még tudatosabb mozgásokkal, még labda biztosabb játékot produkálna a csapat. Tovább szeretném, hogyha a helyzetkialakításunk megmaradna, de a helyzetkihasználásunk tovább javulna, mert ugye abban a szezon vége felé előreléptünk, de a bajnokság elején azért ebbe volt hiányérzet. Most azt szeretném, hogyha a bajnokság elejét is rögtön jó elkapnánk, és ugyanolyan fordulatszámon, ugyanolyan jó helyzet kihasználással tudnánk kezdeni, mint ahogy a bajnokságba abba hagytuk. Várható-e valamilyen változás, akár távozó, akár érkező a keretben? Egyelőre konkrétumokról nem szeretnék, vagy nem tudok nagyon beszámolni. Szeretnénk egy-két poszton erősíteni, de csak akkor, hogyha olyan játékos tudunk hozni, aki konkrét erősítés. Azt gondolom, hogy a keret megfelelő, jó úton járunk, és arra szeretnénk tovább gyakorolni, azért szeretnénk tovább dolgozni, hogy a csapatjátékunk még összeszokottabb legyen, még gördülékenyebb legyen, és hogyha ez megvalósul, akkor olyan nagy erősítése nem szokott. Szintén most játszották le az utolsó őszi fordulót, és már elkezdték a felkészülés, hogyan tesz számodra a nem túl hosszú téli szünet? Jól telt egyébként, azt gondolom mindenkinek szüksége volt rá. Elég hosszú volt az őszi szezon, meg sok nehéz meccset játszottunk, úgyhogy igen, keményen dolgoztunk az őszi szezon alatt, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki maximálisan kihasználta ezt a kis pihenőt, ami volt. Ha egy csapat sikeres, akkor általában jó hangot a pályán, az öltözőben vártátok, majd találkozatok megint? Persze, ilyenkor nyilván egy-két hét után már azért mindenki várja, hogy visszatérjünk, és nyilván együtt legyünk megint. Úgyhogy én is vártam egyébként, úgyhogy most újra együtt van a csapat, próbálunk újra egymásra hangolódni, és várjuk a szezont. Sokan találgatják, hogy mi az oka a Spari nagyszerű szereplésének, te a pályán belülről hogy láttad, minek köszönhető az, hogy az élen álltok? Most lehet, hogy klisésen hangzik, de tényleg az, hogy igazából tudunk egymásért dolgozni, és tényleg nagyszerű a kohézió a csapaton belül. Úgyhogy remélem, hogy ez ki fog tartani a szezon végéig, és azt gondolom, hogy akkor sikerül elérni a céljainkat. Van egy olyan mondás is, hogy tavasszal nehezebben adják a pontokat, és hát mindenki az élovas a legjobbat akarja megverni. Milyen folytatásra számítasz? Mindenképpen nehéz lesz, ugye több csapat is pályázik a feljutásra. Ugye most nagyszerű pozícióból várjuk a folytatást, úgyhogy mondhatjuk, hogy most egy előnyös pozícióban vagyunk, úgyhogy szeretnénk ezt megtartani a szezon végéig. Magadtól mit vársz tavasszal? Ugye én szezon elején sérülésre bajlottam, tehát én kicsit azért később kapcsolódtam be így a meccs ritmusba, úgymond, úgyhogy szeretném sérülés nélkül lehozni ezt a fél évet, és szeretnék nyilván minél többet játszani, visszarendülni a régi formámba, és gólok a gólpasszokkal segíteni a csapatot én is. 4 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 5. helyén zárta az évet a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese vasárnap a sereghajtó Debrecent fogadja. Ahogy kezdtük a bajnokságot, ahhoz képest ez egy egészen jó eredménynek számít, bár hozzáteszem, a legutolsó hajkerni mérkőzésünkön már megint nem tudtunk teljes létszámban részt venni, mert nagyon sok a beteg, a sérült, tehát nagyon nehezen alakul ez az év. Az, hogy ott volt egymás után 4 olyan mérkőzésünk zsinórban, amit megnyertünk, úgy gondolom az egy szuper teljesítmény volt. Ezt kellene valamilyen szinten ebben az évben is megismételni, meglátjuk. Tehát én alapvetően elégedett vagyok a csapattal, amilyen nehezen álltunk össze, és amilyen nehezen tudjuk megoldani itt a mérkőzéseket, az edzéseket és minden más egyebet. Én úgy gondolom, az képest az eredmény egy igencsak jó eredménynek számít. A hiányzóknak köszönhető, hogy 2 mérkőzésen a már visszavonult Farkasinszki Orsolya is pályára lépett? Igen, sajnos 10 embernek mindenféleképpen a pályán kell lennie, vagy legalábbis el kell utaznia, és úgy gondoltuk, ha már elutazik, vagy éppen hazai pályán leül a kispadra, akkor egy pár perc játék lehetőséget is adunk neki. Az igazság, hogy főleg az első mérkőzésen egészen jól szállt be a játékba, de hát tudni kell, hogy ő azért évek óta nem ez, és ahhoz, hogy valamilyen szinten eredménye is legyen annak, hogy ő a pályán van, ahhoz azért edzenie kell. Most úgy elkezdett edzeni, főleg azért mondom, annyira nagyon kevesen vagyunk, hogy minden emberre szükségünk van, és így amikor
a mérkőzéseit, tehát ugye az a serdülő csapatunknak a vezetőedzője, és amikor a mérkőzések úgy engedik meg, akkor igyekszik pályára lépni az NB1-es csapatban is. Reméljük, hogy egyre kevesebbet lesz rá szükség, de amikor szükség van, akkor természetesen segíteni fogja a csapatunkat. 7 meccsen vagytok túl, 9 mérkőzés van még hátra az alapszakaszból. Mi az elvárás ezeken a meccseken? Ugye vannak csapatok, akik ellen még nem játszottunk, ilyen például a BKG és az Zalaegerszeg, ott nem tudom, hogy egyáltalán milyen játékerőt képvisel. Főleg úgy, hogyha megnézzük itt a bajnokságnak az eredményeit, akkor itt mindenkit ver össze-vissza, tehát igazából mindig az a csapat nyer, aki a lehető legjobb játékos állományát tud azon az adott mérkőzésen részt venni. Így remélhetőleg hazai pályán ezeket a mérkőzéseket fogjuk tudni hozni, és akkor az idegenbeli mérkőzésen pedig meglátjuk, megpróbálunk ott is a lehető legerősebb játékos állományán elutazni. Szeretnénk az első 6-ban bennmaradni, hogy az első 6-ban vagyunk, akkor a piros csoporttal játszunk az 1-től 16 helyért, ha nem, akkor megyünk a zöld csoporthoz, és akkor ott fogunk játszani a 17-től 36 helyet valamelyik helyet. Hazai pályán a Debrecen ellen folytatjátok a bajnokságot vasárnap, a sereghajtó érkezik, viszont Debrecenben vereséget szenvedtetek, úgyhogy van miért visszavágni. Hát így van, hogy elmentünk Debrecenbe úgy, hogy azt hittük, hogy mi sietetlenek vagyunk, és nekünk semmi nem állhat meg. Elmentünk itt szalagavató után, elmentünk itt ilyen SHS után, tehát hogy nem voltak itt a játékosaink, ugye mindenki éppen abban az adott pillanatban került elő, és mi azt hittük, hogy nekünk azért semmi nem állt meg, hát ott azért egy nagy fricska volt a Debrecentől, hogy kikaptunk, azért igyekszünk ezt a hibát nem elkövetni még egyszer, próbálunk azért úgy felkészülni a mérkőzés, hogy hazai pályán ezt a mérkőzést azért meg tudjuk nyerni. Ezeknek a meccseknek úgy általában a játékon kívül is van némi pikantériája, hogyan készültök? Eleve megpróbáljuk a két néző közönséget, tehát a vendégszurkolókat megpróbáljuk a második emeletre. Egyébként is az a vendég szektor a pálya hitelesítés szerint, a mi szüleinket pedig az elsőre. Bár hozzáteszem, hogy ebbe a korosztályba azért a mi szüleink azért aránylag tudják tűltőzhetni magukat, tehát ők nem az őre menő. Vannak olyan korosztályunk, ahol vannak olyan szüleink, akik azért keményebbek, de ez a korosztály azért tud nagyon kulturáltan és korrektül szurkolni. Hát bízunk benne, hogy semmilyen atrocitás nem fog a mérkőzésen történni, semmilyen szinten. Eddig a felnőttekről beszéltünk, hogyan állnak az utánpótlás csapatok? Az igazság, hogy nem állnak rossz az utánpótlás csapataink, ugyan sajnos ebben az évben a junior és akadett csapatunk az a regionális bajnokságban tud játszani csak, mert az első elejtezőkben egy pár pontos vereség miatt szorultunk ide, itt viszont minden mérkőzésüket megnyerték eddig, tehát vezetjük a tabellát, bízunk benne, hogy ez így is marad, következő mérkőzéseket is győztesként fogjuk elhagyni, és hogy ez így történik, akkor van esélyünk arra, hogy a régiós bajnokok döntőjén játszunk, ami úgy gondolom, hogy azért legalább valamilyen vigaszt lehet erre a megcsongított évünkre. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.